Idén is reggel 9 órakor kezdődik a program. Áder János köztársasági elnök úr jelenlétében katonai tiszteletadás mellett felvonjuk Magyarország lobogóját a Kossuth téren. Ezt követően, a zászlófelvonást követően az ünneplők, akik összegyülekeznek a téren, a Nemzeti Lovas Díszegység és a Magyar Honvédség központi zenekara vezetésével a Kossuth térről a megszokott útvonalon, amely az Alkotmány utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, az Asztória és a Múzeum körút érintésével érkeznek meg a hagyományos helyszínre, az ünnepség hagyományos helyszínére, ide a Nemzeti Múzeum elé. Itt a díszünnepség a tervek szerint a megérkezéstől függően is délelőtt 10:30 órakor kezdődik. A történelmi zászlók bevonulása után a narrátor köszönt, majd egy rövid műsor keretében Bot Miklós és ifjabb Csóri Sándor zenész által koreografált népzenei műsor lesz, és ennek a rövid műsornak keretében lép fel Pápai Joci, aki az idei dal versenysorozat győztese, és képviselni fogja hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ezt követően Tarlós István, Budapest főpolgármestere köszönti az összegyűlt ünneplőket, majd 11 órakor az ünnepség fő részeként Orbán Viktor miniszterelnök beszéde következik. Vári programok közül kiemelném az újakat, amik az idei esztendőben először kerülnek megrendezésre. Ez a Szent Háromság téren táncház és tánctanítás, korabeli táncokkal, verbunkos és botos táncokkal, valamint palotás tánc oktatásával. A Várkert bazárban egy korabeli kávéház várja az ünneplőket, és egy színésznők forradalma elnevezési program, amely azt mutatja be, hogyan élték meg a hölgyek, asszonyok, lányok a március 15-i forradalmat 1848-ban. A dísztéren a Készenléti Rendőrség zenekara, a Pénzügyőr zenekar és a Magyar Honvédség központi zenekara térzenével idézi fel a forradalmi hangulatot, és a látogatható intézmények sorába idén bekapcsolódik a zenetörténeti múzeum, melynek tárlata ingyenesen lesz látható. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyarságháza, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a Táncsics Börtön is várja az ünneplőket ezen a napon.